Ezt a 31 napot egyben kell kivenni, vagy szétosztható 12 részre? Tetszés szerint, melyik a kedvező? Ezen gondolkodom. Ha együtt lehet és egy végtében 13. hónapként kivenni, félek, hogy pazarló módon bánnék vele. Ha szétosztva a többi 12 hónapra lehetne felhasználni, akkor meg attól félek, hogy önmagammal szemben lennék ellenséges, és megint nem a hiányaimat és a vágyaimat pótolnám, hanem a robotot vállalnám. Ezzel nem sajnáltatni akarom magam, csak azt akartam ezzel elárulni a viszontkérdéssel, hogy milyen földhöz ragadt a gondolkodásom, hogyha arra biztatnak, hogy szárnyaljon szabadon a fantáziám, ilyenkor nincs képzelőerő. Hát kérem, 327-779 a telefonunk, akinek jó ötlete van, hogy mit kezdjünk ezzel a 31 nappal, várjuk. És azért, hogy ne csak ezzel az időjátékkal terheljük önöket a kettes műsoron, lesz két nagy játékfilm, 19 óra 33-kor a Nem lehetsz mindig győztes című, és utána 21.40-kor az Ez igen. Az egyesen most mi jön? Sas József műsora. Szóval kérem, olvasom az újságot, nézem a tévét, a rádiót, és nézem, és el vagyok bizonytalanodva. Ideológiailag zsűrzavarba vagyok, mert kérem, én azt látom, hogy föltárjuk a múlt hibáit, de gyártjuk a jövőjét. 10 000 emberünk ment végleg nyugatra, grószelvtárs meg végleg hazajött Aradról. Keressük a kilábalást a létező szocializmusban működő tőkével, mert a miénk létezik, de az övék működik, és ha az övék nem működik, a miénk nem létezik. Olyanok vagyunk, mint egy nagy magyar népmese. Lemegy a bányász, fölhozza a szenet, de nem jön vele a hűségjutalom. Hűségjutalmat bánja, adó bántja, bányász bántja, miniszter. Miniszter megy, oltja tüzet, tűz oltja vizet, víz oltja tüzet, kiskakas bányásznak, még sincs meg a gyémánt félkrajcárja. Kérdezik a minisztert, mit szól a sztrájkhoz. Azt mondja, nincs sztrájk, csak munkabeszüntetés. Nézem a lexikon, sztrájk egyelő munkabeszüntetés. Hülye lexikon, nem ismeri a minisztert. Ketté vagyok szakadva, higgyék el. Két énem van, én nekem most élek skizofrénen. Az egyik énem kormánypárti, a másik ellenzékem. Pártatlan és pártos vagyok, Káin és az Ábel. Káin szamizdatot terjeszt, összetépi Ábel. Megőrülök a helyzettől, a kormány szavát zengem. De amit a kormány csinál, szívemből ellenzem. Áremelés miatt szembe kerülök a szottal. Kormánypárti énem fejbever egy gumibottal. Pártosan a kurvákra mondom, nincs szükség rájuk. Ellenzékként várom, nyíljanak a kuplerájok. Kormánypárti énem szelíd, megértő és humán. Ellenzéki énem unja már a süket dumán. Egyik énem hősök terén a tüntetést hagyja, másik lecsapés keményen rögtön betiltatja. Közben a súgja fülembe, kérdezzem meg Kendet, Csalcseszkutól mikor vonják vissza a Lenin rendet. Jó kedvem van, mint szájkosár, de hátamon a járom, hát balalajka zenére a Kávai kettős járom. Balra kettő, ez a magyar csádám. Most kéne bizakodnunk, elvtársak, mert a jövőnk záloga itt van elrejtve ebben a demokráciában, ami most alakul. Pluralista demokrácia a jövőnk záloga,
Az áloga a jövőnknek pedig az álló. Ezt az álogot is hányszó hallottuk az 50 éve. Istenem, mind úttörő, azt hallottam. Jövőnk záloga a szovjet-magyar barátság. Létünk záloga a munkáspara szövetség. Gazdaságunk záloga a KGST, tessék el. Balna jóval. Az álogunk záloga, eltársak, az áloga a jövő. Ki kéne már váltani ezt a zálogjegyet végre a zaciból, mielőtt elárvereznék, és a sarló is kalapács alá kerül. Hölgyeim, uraim, elvtársaim, lehet, hogy nincs már meg a zacijegy. Becsapták a bizományéba. Az is lehet, hogy bizomány, gyűjtsd a vasat és a fémet, ezzel is a méhet védett. Szóval lehet, hogy nincs meg a bizomány is, és az is lehet, hogy bárki báv állott már, kőhalom, kedv, öröm, rökke. Ilyen hülyeségeket mondok én. Most, amikor nem, hogy záloga van a jövőnknek, elvtársa, tudják, mi van, ilyen még nem volt 50 év alatt. A központi bizottság ilyet talált ki, azt mondta, tudják, mi van a jövőnknek most. Alternatívája. Erre nem gond. Alternatív, úgy is lehet mondani, alternatíva. Ugyanazt jelenti. Összeült a KB, és döntött, hogy AB. Nem a biztos, hogy megtartjuk-e, nem tartjuk. Általában nem szoktuk meg, de A vagy B változat. Lehet választani, óriási a lehetőség, kérem, de keményen, határozottan kell szavazni. Ha vagy A vagy B, kus nem lehet mind a kettőre. Ha hogy képzeljük, a jövőnk függ tőle, az életünk, a jövőnk ebbe az alternatívába van. A jövőnk, mit mondott Stalin? Ezt ország bekebelezésekor? Ezt ország népe? Ezt hazafiak? Mától kezdve szovjet állampolgárok vagytok, és nem eztek.